Az eladásom témája az, hogy amit mérsz, az képes vagy menedzselni. Ez egy nagyon-nagyon fontos szemléletmód, és ezt javaslom, hogy mindenki kicsit tegye magáével akkor is, hogyha nem profitorientált körben dolgozik, hanem esetleg civil szférában. Gondolok itt arra, hogy mindenkinek a munkája folyamán előbb-utóbb szüksége lesz arra, hogy valamilyen projektjéhez támogatókat gyűjtsön, illetve hogy embereket vonzom be a kis rendezvényére. Hasonló módszerek mentén pont egy ilyen civil, tehát pont ugye ezeket a módszereket használtuk ennél a konferenciánál is. Ez a modell tehát itt is működik. 5 dolgot emelnék ki, amit nagyon fontos tudnotok ennek vonatkozásból a profitról és a marketingről. Én egy plasztikai sebészeten dolgozom, nem klasszikus termékek, tehát mellplasztikát, illetve lézeres szőrteintést árulunk. Ennek ellenére nagyon sokan voltak a piacon, főleg a válság előtt, mégis a piacon fent tudtunk maradni. Ez jellemző több más iparágra is, hogy tisztult a profil, néhányan fennmaradtak, néhányan lemorzsolódtak. Azt is biztos láttátok már, hogy annak a válság óta is jelentek meg szolgáltatások, illetve termékek a piacon, amelyek sikeresek lettek, annak ellenére, hogy a híradások arról szólnak, hogy az emberek fizetőképessége folyamatosan csökken. Illetve vannak, mindenki tudja, hogy egy vállalkozás életében a 2 év a meghatározó, tehát nagyon kevesen vannak, aki a 2 évet egy induló vállalkozás után túléli. Gondolkodtatok-e már azon, hogy mi lehet az, ami ezeket a sikeres projekteket működteti, ami megkülönbözteti azoktól, akik lemorzsolódnak? Igazából nem csak online szakember vagyok, hanem anya is, és így a napi élet folyamán szembe találkozok történetekkel, hétköznapi életben is. Az egyik ilyen tipikus történet az iskolából, hogy anyuka, beszélnünk kell Andriskáról. Andriska nagyon aranyos és eleven fiú, nagyon-nagyon okos, de az helyzet, ha nem iparkodik jobban, ez a matek 5-ös nem lesz meg. Úgyhogy kérem anyukát, hogy kicsit iparkodjanak jobban. Anyuka hazamegy, és gondolkodik, emészt az üzenetet, mit mondjon Andriskának, hogyan kell jobban iparkodnia. Mi történt volna akkor, hogyha a következő információt kapja anyuka? Anyuka, beszélnünk kell Andriskáról. Andriska nagyon eleven fiú, nagyon aranyos és nagyon-nagyon okos. De az órai munka 50%-át csinálja meg, és a házi feladatok 60%-át. Ha meg lenne mind a kettőből a 90-90%, akkor meg tudnám neki adni az 5-öst. Sajnos ez alatt nem áll módonban. Mind a kettő, tehát azért hogy érzitek, hogy ennél az utóbbi információval azért kicsivel nagyobb esélye van Andriskának a matematika 5-ösre. Tehát azért ezt úgy borítékolhatjuk. Na, és azt kell tudnunk, mi az a mérés? Mit lehet mérni egy üzletben, egy projektban? A játék kedvéért játsszuk el, hogy mondjuk én most nyitok itt Békésen egy állateledel üzletet itt szépen, így a főút mellett, kiveszem egy forgalmas helyen az üzletet, beülök, telerakom jó kis állateledekkel, és várom a forgalmat. A biztonság kedvéért csinálok egy ilyen feliratot is, hogy állateledel üzlet, teszek egy ilyen megállító táblát is, és úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha hirdetnék a békési újságban is. Ezt meg is teszem. Majd ülök a boltban, és várom a forgalmat. Igen, lesznek betelefonálók, lesznek olyanok, akik majd besétálnak hozzám, és lesz egy adag forgalmam. De hogyan lesz ebből további forgalomgenerálás? Mit tudok kezdeni ezek után? Hogyan lépek tovább? Hogyan lesz forgalmam a hónap további részében, a következő hónapokban? Erre a válasz a mérés. Ha bejön egy ember az üzletbe, a lehető legtöbb információt kell megtudnom róla. Például meg kell tudnom róla, hogy feljegyzetelem magamnak, mert az emlékezet nagyon rossz tanácsadó, erre majd hozok példát. Fel kell jegyeznem róla, hogy hány éves, milyen autóval parkolt be,
el kell tőle kérnem az e-mail címét, mondjuk azért cserébe, hogy adok neki egy 10%-os kupont, meg kell, és oda kell írnom majd a kis fecnire azt is, hogy milyen állateledelt vásárolt, neki milyen típusú kutyája van, meg a többi, meg a többi. Meg lehet tőle kérdezni, hogy hol látta a hirdetés, vagy mi alapján jött be, de azt javaslom, hogy ezt ne tegyétek soha, mert az igazság, az emberek szeretnek egy kicsit lódítani az ügyben, illetve nagyon sokszor szerintem nem is emlékeznek rá, hogy hol látták a hirdetést. A legegyszerűbb másik módszer egyébként, tehát az online marketing azért nagyon jó, mert ugye érzitek, hogy az offline-ban van itt némi nehézség, tehát nagyon nehezen, tehát nagyon jó eladó embernek kell lenni, vagy nagyon jó szélszínában megáldott embernek kell lenni ahhoz, hogy ezeket az infókat kiszed, hogy talpraesett legyél, hogy ezeket fel tud mérni akár kérdés nélkül is. Az online-ban viszont meg lehet ezeket az embereket jelölni, tehát hogyha meg csinálsz neki egy kis honlapot, vagy kicsi webshopot, hogy onnan is lehessen rendelni, akkor majd meglátjuk, vannak erre módszerek, hogy az online forgalmat is mérjük, és ezeket az infókat kiszedjek tőlük. De a legfontosabb megtudni azt, hogy ezeket az infókat, arra kell mindig törekedni, rengeteg nagy irodalma van ennek az interneten, nagyon egyszerű módszerekről beszélünk, amik mindenki számára könnyen érthető és hozzáférhető, hogy ezeket a, tehát törekedjünk arra, hogy minden információt megtudjunk, és gyűjtsük. Miért? Azért, mert olyan lényegi információkhoz jutunk, ami alapján hihetetlen, hogy egész egyszerűen felcsillan a tudás, és rájövünk, felgyúlik a fény a fejünkben, hogy mit kellene csinálni. Elképzelhető például, hogy kiderül, hogy ezek kismamák. Kismamákról például utána meg azt fogjuk tudni, hogy ezek nehezen mozdulnak ki otthonról, és éjjel vásárolnak a neten. Erre már rögtön fel tudunk készülni, és rögtön tudjuk őket mozgósítani. Ha tudjuk, hogy például kiderül, hogy tinédzserek, akkor ők valószínűleg mobilról neteznek mindig, nem az asztali gépről, pont azért, hogy anya-apa ne lássa otthon a forgalmat, hogy ő hol böngészgetett, hol mit csinál, ő mobilról fog folyamatosan, mobilról már hajlandóbb lesz vásárolni is. Lesznek olyan típusok, tehát nem csak demográfiában kell gondolkodni manapság, mert ezek nagyon-nagyon kezdenek elmosódni. Az emberek inkább érdeklődés alapon csoportosíthatóak és szervezhetők, és mozgósíthatóak. Az egyik például tipikus az akcióvadászok. Van egy ilyen embertípus, akinek van a kromoszóma szerintem, egy ilyen plusz gén, amivel ha meglát egy ilyen akciós feliratot, szerintem a nők egy ilyen nagy leírázáskor szokták ezt érezni, akkor így muszáj bevetniük magukat oda. Igen, vannak ilyen emberek, és ezek az emberek kifejezetten csak akkor fognak minket keresni, ha valamiféle akciót ajánlunk. Erre például tipikus példa, hogyha majd kuponokat fogunk nekik ajánlani, persze okosan. Azt is érdemes megtudni esetleg, hogy vidéki vásárok, itt nyilván mondjuk Békésen igen, és van-e például autójuk. Ez azért fontos, például az autósok tipikusan azok, akik a legnagyobb rádiófogyasztók például, és nagyon jól el lehet őket érni rádióval. Egyébként meglepően olcsó módszer. Na és akkor ez a kis boltomhoz csinálok egy ilyen helyes kis hirdetést a Békés újságban, nyilván majd magyarul, és ahol majd kuponokat ajánlok a kis vásárlóknak, visszatérő vásárlóknak 2000 forint kupont, 1500 forint kupont az új vásárlóknak, és 1+1 ajándékot a különböző ajánlatokra. És most itt az a nagy kérdés, és benneteket is kérdezlek, hogy mit tippeltek, hogy melyik kupon lesz a legsikeresebb, az 1-es, 2-es vagy a 3-as? Tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy a 1+1 ajándék lesz a legsikeresebb. Igen. Mondjuk úgy így az 1/5-e. Kiszavaz arra, hogy a visszatérő vásárlóknak szóló kupont fogják legtöbben használni. Igen, még többen. Mondjuk az jó, hogy érzitek a súlyát a visszatérő vásárlók kezelésének. És akkor a maradékot feltételezem, hogy a harmadikat választanám. Az a helyzet, hogy a marketingben nekünk nem szabad előre kitalálni, hogy a vásárló melyiket fogja választani. A módszer lényege az, hogy te felajánlod, és majd az akció végén összegyűjtöd, és megszámolod. És amelyik a legsikeresebb, utána következetesen azt fogod használni máskor is. Másik jó mérési módszer egyébként pont egy ilyen újságnál, nem tudod, hogy hányan
hányan nézték meg a hirdetéseteket, például, hogy felrakjátok egy dedikált telefonszámot, ezt a számot csak erre a hirdetésre teszitek föl. Innen már fogod tudni, hogy akármit mondott, ő teljesen biztos, hogy a hirdetésre látta a hívásotokat. Ez is megint nagy előnyhöz juttat benneteket, tudni fogjátok, hogy kell hirdetni ebben az újságban, vagy sem. Tehát a misztérium így, meg a köd ezekről a marketing hirdetések fontosságáról le fog hullani, és nagyobb lesz a tisztánlátás. Ahhoz, hogy valamit mérni tudjatok, igazából nagyon jól megfogalmazott kérdés is szükséges. Pontosan tudnotok kell, hogy igazából mire van szükségetek ahhoz, hogy az üzleteteket, a projekteket, a rendezvény sikerre vigyétek. Ugyanis, ha nem tudjátok pontosan, hogy mit szeretnétek, mit akartok, akkor az biztos nem fogjátok elérni a homályos cél, a legnagyobb csapda, amit el lehet követni ebben. És itt most felmerül a kérdés, hogy milyen a jó cél. Hozok egy kedves kis példát. Például, kinek van szüksége lézeres szőrtenítésre? Ha megnézzük a Maslow piramist, és hogyha ebből a kérdésből indulnék ki, levezetem nektek, miért nem jó ebből a kérdésből kiindulni. A Maslow piramis, ez egy nagyon híres piramis, és főleg közgazdászok között szokták így mutogatni, és arról szól, hogy az embernek a szükségletei különböző súllyal estek latba, és amíg az alsó nem teljesül, minél lejjebb van, annál fontosabb szükséglet, és ha nem teljesül az alsó, akkor a felső még nem kerül annyira sorra, és akkor tud a következő lépcsővel foglalkozni, hogyha az alsóbbrendű szükséglet teljesült. A alsóbbrendű szükséglet például nagyon fontos, legfontosabb szükségletünk, ez a legfontosabb, a fiziológiai szükségletek, például enni kell, inni kell, pisilni kell. Következő fontos szükséglet a biztonság, ez azt jelenti, hogy tehát értitek, igazából ne legyen háborús helyzet, hogy be tudjuk zárni a lakást, hogy biztonságban érezzük magunkat. Következő a család iránti igény, meg hogy valahová tartozás igénye. Következő az önbecsülés és az önmegvalósítás. Ha én így teszem fel a kérdést, akkor lehet, hogy be tudom suvasztani a szolgáltatás, mondjuk az önbecsülés szintjére, de meg kell, hogy mondjam, hogy véleményem szerint ezen a piramison nem nagyon helyezhető, tehát igazából nincs is rá szüksége senkinek. Ez más kérdés. A jó kérdés az az, hogy mennyi ügyfélre van szükségem. És így tudok tervezni. Hozok nektek egy élő példát arra, hogy miért fontos tényleg mérni, és miért tud becsapni benneteket a tapasztalat, és miért kell inkább mérni. Az intuíció és a gyakorlat, ezt nagyon sokszor előveszem, az intuíció és a gyakorlat nagyon megbízhatatlan jósok, hogy arról van szó, hogy melyik szolgáltatás is termék lesz sikeres, és elmesélek ezzel kapcsolatban nektek egy történetet. Volt egy ügyfelem, aki eljött hozzám, és panaszkodott, hogy nagyon megcsappantak a bevételei, és azt gyanítja, hogy az egyik típusú ügyfele, tehát egy bizonyos típusú ügyféltípus már nem őt választja. Hát jó, akkor el is kezdtem majd a gondolkodni, mit lehetne csinálni. Mindegy, a biztonság kedvéért megkérdeztem a saját értékesítőit, hogy mit gondolnak erről a témáról, és ugyanezt ajkózták. Ez a fiatal vásárló, ez már nem őket választja, nem jön be hozzájuk, és tényleg abszolút eltűntek, és biztos, hogy ez az oka annak, hogy ők már nem olyan keresettek. És hát jó, el is kezdtem rajta gondolkodni, hogyan lehetne megmenteni ezt a célcsoportot, hogyan lehetne visszamondani, egy fiatalos kis honlap, hogy csináljuk a kampányt, stb. És a biztonság kedvéért bekértem tőlük az értékesítési adatokat. És elkezdtem őket csoportosítani, és akkor láttam, hogy nem csak abszolút értékben duplázódott meg ezeknek az ügyfeleknek a száma, tehát akiről azt hitték, hogy eltűnt, hanem most már a teljes értékesítési volumenük 70%-át ez az ügyfélcsoport hozza, akiről azt hitték, hogy elvesztették. Miért? Azért, mert ők, van ez a kifejezés, egy kognitív diszonancia, ez teljesen normális jelenség, egész egyszerűen elkezdesz egy idő után a hozzád hasonlóakat figyelni. Rájuk emlékezel, bejönnek hozzád, rájuk emlékezel inkább. Aki szimpatikus volt, aki hozzád hasonló volt. Azokra pedig nem igazán figyelsz, akik lehet, hogy ezek az emberek már nem így öltözködnek,
már nem hordanak annyi ékszert, teljesen mindegy. A lényeg, hogy a tapasztalat abszolút félrevitt őket és becsapta őket. És a legsikeresebb az a fiatal kolléganő volt, akiben nem ivódott be ez a berögzülés, és teljesen lelkesen még az összes típusú ügyfélnek így eladott, és magában nem döntött el, hogy ez az ügyfél fog tőle vásárolni, vagy sem. Úgyhogy azt javaslom tőletek, hogy tényleg mindig gondoljátok át a dolgokat, és ne higgyetek saját tapasztalatoknak sem. Csak olyan a szabad foglalkozni, ami megtérül. Ez manapság az online világban ez nagyon-nagyon kézzelfogható és nagyon-nagyon jól megvalósítható tanács, úgyhogy javaslom, hogy a profitábilisak, hogyha túlélni szeretnétek, illetve hogyha akkor mindenképpen csak olyannal foglalkozzatok, ami megtérül. Mire gondolok ezzel? Nagyon sok mindenkor elkezd hirdetni, elkezd rutinból csinálni. Vagy versenytársat másol, vagy pedig végre, mert egész életében ezt a vállalkozást, vagy ilyesmit szeretett volna csinálni, olyan hirdetést csinál, ami neki tetszik. Vagy neki tetszik, vagy az anyukájának, vagy a mamájának, de minden esetre meg tudod mutatni anyának otthon, hogy nézd anya, ennyire sikeres cégem van, és ez már ennyire jó, ilyen nagy cégem van. Na, ez a típusú hirdetés, ez nagyon-nagyon gyakori, de sajnos nem kifizetődő. Hozok nektek néhány nagyon-nagyon konkrétumot arról, hogy mibe kerül, miért nehéz egy megtérülést a klasszikus hirdetésekkel hozni. Ezek friss árak egyébként. Egy sima TV kampány, nem is nagy csatornákról beszélem, kisebb tematikus csatornákról, 2 hét nagyjából 3 millió forint. Egy rádió, egy országos rádiónál egy hét, egy nagyjából 2 millió forint, de van olyan országos rádió, ez a Petőfiot, 1,5 millió forint, és lehet már kapni egy hetes kampány. És helyi rádiókban viszont 50-100 000 forintért már lehet egy hétig hirdetni. Ha neked helyi vállalkozás van, akkor nyilvánvaló, hogy így melyik a minél megtérő lehet a befektetés. De nyilván nagyon simogatná az egónkat, hogyha elmennénk Salgó Tarjánba, és ott is ismernék a kis állatkereskedésünket, vagy állateledelőüzletünket. Az újság is régi típusú hirdetésnek számít, de azért persze mindig van helye ebben a világban. Helyi újságban akár 10-50 000 forintért is lehet már hirdetni. Persze országos lapokban ez jóval drágább. Facebook hirdetésért viszont kattintásonként elegendő akár, és ezt bármikor leállíthatjuk, tehát nem az van, hogy fixen egybe kifizetek, mint egy hirdetést, ezt akár leállíthatom 2000 forintnál is. Facebook hirdetésért viszont fizetsz 30-100 forintot per kattintás. Google hirdetésnél nagyjából ilyen nagyságrendekről beszélünk, és ott is nagyon fontos, hogy bármikor leállíthatod, és változtathatod, és a hírlevél még mindig nagyon olcsó, bár nagyon lenézett, és nagyon kevesen foglalkoznak vele nagyon strategikusan, de mindig nagyon olcsó megoldás egy hírlevél, tehát most arról beszélünk, hogy begyűjtöd a kis betérőknek az e-mail címet, és tényleg írsz nekik egy levelet arról, hogy gyertek be, most ezért meg azért. És ennek 2-3 forint per levél. Ha belegondoltok, egy postai boríték mennyibe kerül, és régen csak így tudott kommunikálni az ügyfél, még régen is 30-50 forint volt egy boríték, de most már 180-200 forint alatt nem is lehet feladni egy levelet. Úgyhogy el lehet képzelni, hogy ez nagyságrendileg milyen jó, mennyivel hatékonyabb lehet. Hoztam 2 példát, csak azért a kicsit élővé tegyük a dolgot, 2. negyedik kerület, Budapesten 4. kerületben kerestem könyvelő céget, és találtam 2 hirdetést. Amint látjátok, egyik sem költött rettenetesen sok pénzt a grafikára, meg dizájnra, de ez nem baj, mert ettől függetlenül az egyik működni fog. Szerintem ránézésre fogjátok tudni, melyik az, ami működőképes. Igen. Valószínűleg én a jobb oldalét választanám, és szerintem nagyon sokan így vannak vele, nem csak az akciós felirat miatt, hanem mert hozzám szól. Nincs megégedve a könyvelőjével, váltani szeretne, illetve annyira biztos a dolgában, hogy annyira biztos benne, hogy én őt fogom felvenni egy évre akár, hogy ő képes az első hónapot ingyen bevállalni. Én ezt úgy érzem meg, mint egy garancia,
és ráadásul még áll is rendelkezésemre, nem csak további információt tudhatok meg, hanem azt várja végre repesve, hogy én felhívjam. És ez egy borzasztó nagy szemléletbeli különbség a kettő között, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a jobb oldalit fogják hívni. És ez egy nagyon okos hirdetés, azért, mert ez egy, az egész hirdetés egyetlen kupon. Tehát ki az a hülye, aki nem váltja be ezt a kupont, hogyha már elolvassa, ugyanis egy havi könyvelést kap ingyen. Egészen biztosan nagyon jól mérhető kis módszer. Utolsó nagyon fontos tanácsom, és nagyon örülök, hogy összecsek az előző előadóknak a tanácsaival, hogy a saját kis közösséget tekints vásárlónak. Pont ezt az analógiát szerettem volna is felvezetni, hogy nagyon sokan arra gondolnak, hogy de jó ez az internet, mert akkor majd Salgótarjánban is fognak engem keresni, meg onnan is vásárolnak, és tényleg egész Magyarországon az én piacom. Ez nem igazán működik így a gyakorlatban. Nagyon egyszerű oknál fogva, azért, mert vannak olyan termékek, szolgáltatások, amelyeknél elképzelhető, hogy lesz reklamáció. És nem szeretnél reklamálni Sopronnal. Tehát nem, és lehet, hogy el kell oda menjél. Nem szeretnél Sopronba menni reklamálni. Szívesebben átmész Békés Csabára. Másik nagyon fontos dolog, ami miatt nem szoktak vásárlóként tekinteni a közösségre, az az, hogy azt feltételezik, hogy mivel egy leszakadóban lévő megye, hogy mindenki fizetésképtelen, illetve hogy senkinek nincs pénz az adott szolgáltatásra. Erre azért hiba így kezdeni az egészet, mert végig gondoljátok, majdnem minden ismerősötöknek van tévéje, nagyon sok ismerősötöknek van okostelefonja, igen, ez, van, nincs szükségük rá, de mindegyiket megvették. Miük van még mosógépük is, van még, tehát nagyon sok drága készülékük van otthon, és nagyon sok családban van egyébként autó, és arra sincs feltétlenül szükségük. Tehát fizetőképes kereslet van, tehát van olyan dolog, mikor nem is a anyagi helyzetüket firtatjuk, tehát lesznek olyan dolgok, amiket meg fognak tudni venni, amire fognak költeni. Úgyhogy mindenképpen kell rájuk építeni, és úgy tekinteni rájuk. Hoztam egy békési példát, rákerestem a virág üzletekre, és ennek a helyi, tehát például tipikusan a virág az, amiért nem fogsz elmenni Békés Csabára, helyben szeretnéd megoldani. És elkezdesz a neten keresni, mert mondjuk így annyira nem vagy képben mi hol van, hogy hol van virágüzlet. És ezt a kettőt találod, mert ők ketten vették a fáradtságot, hogy erre az ingyenes szolgáltatásra, mondjuk a Google ingyenes szolgáltatására beregisztrálják a saját üzletüket, hogy látszódjon, hogy hol van virágüzlet. És én már is egy csomóan, tehát az Eszter virágüzleten és a Vágási virágajándék üzletek kívül az összes többi nálam kiesett, mert ők nem regisztráltak be. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképpen a közössége helyben gondolkodjatok, használjátok ki, és mindenképpen tekintsetek rájuk, mint leendő ügyfelekre. És a végére csak annyit szeretnék mondani, hogy legyetek elég bátrak ahhoz, hogy szembenézzetek a számaitokkal és a céljaitokkal, és ez nagyon megfoghatatlan tanácsnak tűnik, de nem az, mert nagyon frusztráló lehet így első blikre, első ránézésre, és elég munkaigényes feladatnak tűnik. Én azt mondom, hogy ez egy 6 hónapon belül, tehát a tapasztalat az, hogy 6 hónapon belül minden ilyen fajta erőfeszítés nagyon komoly eredményeket hozhat, és azt nézzük, ez bőven benne van a 2 évben. Abban a 2 évben, ami általában egy nagyon fontos egy vállalkozás szempontjából. Úgyhogy még egyszer ismétlem, szeretnék benneteket arra biztatni, hogy legyetek elég bátrak, és nézzetek szembe a céljaitakkal és a számaitakkal. Sok köszönöm a figyelmet!